Szervusztok, kedves fiúk és lányok! Hát, eljött a Hardline Battlefield Hardline Beta túravezetés. High Tension Blood Money Mode. Hol is kezdjem, hölgyeim és uraim? Hol is kezdjem? Kezdjük a tényeknél. Ugyanaz a Frostbite 3-as motor hajtja a Battlefield Hardline-t, mint a Battlefield 4-et. Eddig ugye az ellen nincs semmi probléma. Mondjuk de, amúgy van probléma, de most erre most nem térek ki. Legyen elég annyi mindenkinek, hogy aki titta a BF4-et, mert ilyen-olyan bugok vannak benne, szaranetkód, vagy bármi hasonló probléma, hát ez készüljön fel, kérem szépen, hölgyeim és uraim, hogy ugyanezekkel a problémákkal fog szembesülni magánál a Hardline esetében is, mert hogy ez a játék tulajdonképpen egy és ugyanaz, mint a Battlefield 4, csak ez egy más pálya, és nem katonák vannak, hanem rendőrök, és pénzéhes emberek. Most nem mondtam, majdnem azt mondtam, hogy terroristák, de hát akkor azt mondták volna, hogy keverik a Counter-Strike-kal. Hát ez a Blood Money mód, ennek az lenne a lényege, hogy a térkép két szélén helyezkednek el ugyebár a csapatok, és a térkép közepén csak úgy le van bazva egy csomó lóvé. Ezt mondjuk nem igazán tudtam hova tenni, de a lényeg az, hogy vannak a pénzéhes emberek, ugyebár a csúnya, símaszkos, úri emberek berohannak és elkezdik őrülten szedni kifele a lóvét. És jönnek a mélyen tisztelt rendőrei, akik ugyebár hát felveszik a harcot ugyebár a pénzéhes emberkékkel, viszont ők is elrakják maguk kis maguk lóvéját, ilyen kis zsákokba, ugyanúgy gyűjtögetik, mint a bankrablók. Ezt a részét úgy annyira nem értettem a dolognak, de most mindegy is. És akkor a lényeg az, hogy az a csapat nyer, amelyik hamarabb összeszed 5 millió dollárt. Mondjuk nem tudom, miért pont 5 millió dollár, sokan vannak amúgy a szerveren, ez sokfelé oszlik, és hát na mindegy, azért lerombolják Los Angeles-t azért, hogy egy, mit tudom én, félmillió forinttal úgy el legyenek. Na jó, nem, csak úgy hűültem. Mik a tapasztalataim a játékról? Hát légi járműveket nem próbáltam ki, azt a kőkemény kettőféle helikoptert, ami benne van. Nem is nagyon látom értelmét, hogy én most ezzel szórakozzak. Egyrészt azért a helikopternek inkább itt csak tényleg annyi értelme van, hogy ott lebeg fönt, és akkor tök jól lehet róla spanolni mindenhová. Mert ugye már kinyitod az ajtót, azt oda szállsz, ahol akarsz. Más értelmét jelenleg nem látom. Jó, lehet vele lövöldözni is, de tény is van, hogy a helikopterek ezeken a városi pályákon annyira nagyon nem tudnak érvényesülni. Annál is inkább, mert tele van ilyen föld alatti alagutakkal, mély garázsokkal, stb. A térkép. Hát igen, a térkép készéle, mint mondtam, megtalálható ugyanúgy a kedves enemy csapatnak is, mint nekünk is egy ilyen pénzszállító kocsi. De amúgy a vicc az egészben az, hogy elhozzuk a lóvét egy helyről, hogy lerakjuk egy másik helyre, és akkor most mi a garancia, hogy ott nem rabolnak ki, semmi se a garancia, és hát a rendőrök is erre hajaznak, hogy elmennek-e ellopni a bankrablóktól a lóvét, vagy a bankrablók mennek ellopni a rendőröktől a lóvét. És akkor esetekben ezt megpróbáljuk megakadályozni, ami azt jelenti nagyjából, hogy ott vagyunk a egy helyben álló pénzes autó mellett, amiben gyűlik a lóvé, vagy én netán fogy belőle. És a helyzet az, hogy hát keppeljük, mint az állat. Ilyen fő stratégiák vannak általában. Hát én most egy kicsit radikális vagyok, mert én úgy döntöttem, hogy hát vannak járművek, ugyebár van egy motor, sima személyautó, terepjáró, aminek a tetejéből kijön egy minigun, és azzal lehet operálni, és a kedvencem a páncélozott ilyen autó, amiben van aknavető, meg nehéz gépágyú, meg egy másik gépfegyver. És ezzel lehet a legjobban operálni a játékban, már mint ebben a véres pénz nevű játékmódban.
De ahogy ezt a videón is prezentálom, azért van ennek azért foganatja. És ugyebár van még egy rendes páncélozott autó is, ami megtalálható ugyancsak a bankrablóknál is, és a rendőröknél is. Ez egy mobil spawnpontként funkcionál, és olyan is mit lehet vele csinálni, hogyha beleszállsz, akkor ilyen búvó nyílásokon keresztül lehet tüzelni 2-3 féle irányba. Hát ilyen, ennyi jármű van jelenleg a játékban, meg hát ez a toronydarú lezuhanásos Levolution, amit még nem jöttem rá, hogyan kell aktiválni, de annyira nem is nagyon érdekel. A lényeg az, hogy ilyenkor újrázkódik a föld, hogy egyszer alig tudsz tüzelni, nézd meg, ott van a csóka, és ezt nem bírom lelőni, mert össze-vissza rázkódik a hóbele Balázs, úgyhogy szépen vissza is megyek a liftbe. A liftek elhelyezkedése most kifejezetten kedvemre való volt már. Itt ezek között a négy lift közt ingázva felle-felle, hát volt, hogy hat embert meg tudtam így késelni, vagy baseball ütőzni, vagy hát épp ami van nálunk, gumibot, ezt is lehetett választani a bétába. Ha meg rendőrök vagyunk, akkor netán-tán nem öljük meg a delikvens, hanem megbilincseljük, és ez majdnem, hát ugyanúgy kinek adja be. Igen, hát a lifteknek itt elég jelentős szerepe van. Van egy ilyen nagy, magas toronyház. Oh, Istenem, már ennyi ember. Hú, gyorsan meneküljünk. Na, ha valakivel azért sikerült végezzem. Na, van itt egy nagy, magas toronyház, aminek a tetejére a felliftezünk, akkor tök jó lehet innen is ejtőernyőzni. De ezt Battlefield 4-ben Saigo Shanghai-on, ezt elég sokat gyakoroltuk. Lényegében ez a játék, ez egy BF4. Hogy most miért a Battlefield nevet adták neki, arra még nem igazán jöttem rá. Egy gyanítom úgy voltak vele, ha már ugyanazt a hudot használjuk, csak egy kicsit át van maszkírozva. Amúgy tényleg ugyanaz a hud. Meg ugyanazt a grafikai... Hát igen, kicsit későn nyitottam ki az ejtőernyőt. Megszakadt a szériám. Azért jellemző, hogy nem az emberek öltek meg engem, hanem én öltem meg saját magamat, hogy adjuk nekik esélyt. Na jó, hát persze most megint elszállt az egóm. Idáig sokat szenvedtem a játékkal, aztán volt egy ilyen köröm, és nem igazán tudtam a dolgokat hova tenni. Becsülöm annak, hogy a szerverektől függ, hogy most kinek mennyire adja a gép, és nekem pont ezen a szerveren adta a gép. Már más egyebet nem igazán tudok, de majd lesznek kirívó példák a videó alatt, ahol igenis lehet látni, hogy vagy a megint szar a netkód, de hát amúgy ezzel nem is lepődjünk meg. Vagy késik a szerver, vagy lag van, vagy mit tudom én, valami van, és akkor majd úgy is látni fogjátok, mikor gyilkolom az embereket. Oh, megint itt egy jármű. Jaj Istenem, jaj Istenem. Amúgy nem tudom, még be tudom nekik azt a noobságot, hogy használják ugyan a járműveket, de csak az egyik féle fegyvert használják, és akkor abban reménykednek, hogy én vagyok annyira nem szemfüles, hogy ne használjam a másik féle fegyverzetét is a járműnek, mind a kettővel lehet sebezni járművet magyarán. Mivel ők nem használnak csak egyféle fegyvert, így kb. 100% az esélye annak, hogy én fogok velük végezni, és nem ők én velem. Nem tudom, hogy erre még hogy nem jöttek rá, mindesetre én örültem neki. Ezt a KD-mon is látjátok, hogy azért igencsak adja ebből a szempontból a gép. Az akna vető ember ellen nagyon hatásos, amúgy megjegyzem. Ha bebújnak ilyen fedezékbe, akkor is gyönyörű szépen ki lehet őket onnan szedni ez az akna vető használatával. Ha meg úgy face to face összefutunk velük, hát a nehéz gépágyú, ami megtalálható ebbe a páncélozott járműbe, hát eléggé odabasz. Szóval hát most szeretnék finoman fogalmazni, nem tudom, holokausztot lehet ezzel rendezni. És hát nem is nagyon láttam értelmét, hogy én most itt mással foglalkozzak, és itt van megint egy jármű, itt van, hát mondjuk, hogy meglepően jól bírta most. De ahogy néztem, a tulaj el is hagyta a járművet. Hát utána megyünk, vagyok annyira rest, hogy megnézem már, mi újság van arrafelé. Aztán vagy jó lesz, vagy nem. Hát közben sikerült megint valakit kinyírni, ez mondjuk ez nem én voltam, hanem a kedves lövészem. Mint látható, azért eléggé felemás maga a küzdelme, és már megint így jön, ez a mobil spawnpont, amiről beszéltem. Hát nagyon nem tud ellenem mit csinálni, csak jön felém és meghal. Szóval ő így tud operálni. Kicsit olyan, mint a Planetside 2-ben az a mobil spawnpont, nagyjából ugyanaz a funkciója is, meg a felépítése, meg minden. Ó, kimentem a pályából.
foglalkozhatnék a lóvéval is, megmondom nektek gyerekek őszintén, de kilóttam én, hát most már olyan 7. szint környékén vagyok ezzel a karakterrel, és hát tapasztaltam annyit, hogy rájöttem, hogy tök fölösleges amúgy a pénzzel foglalkozni, mert hát most vagy ellopják, vagy te lopod el, vagy lelőnek útközben, vagy mikor beraknád a pénzes szállító bootcampelik a ti pénzes szállítótokat, hogy ellopkodják tőled, vagy megakadályozzanak, hogy te berakd a pénzt. Én úgy voltam vele, hogy hát ez egyrészt dögunalmas, mert ott kell kempelni, meg ezért azt lesni, hogy mikor, hol lépked ki. Úgy voltam vele, hogy hát akkor Battlefield. Megmutatom azt a részét, ami tényleg úgy Battlefield-re emlékeztet az embereket a Hardline-nak. Mert amúgy nem sok olyan dolog van. Ó, és már megint itt jönnek a kedves delikvensek, ó, és egy személyautóval. Hát nem volt sok esélyük, megmondom őszintén. Kicsit most úgy érzem magam, mint Enforcer szokta érezni magát, mikor próbálom megölni, és már ilyen 12-0-ban van, és csak vigyorog. Hát ő járműben van, én meg hát néha medikkel rontok neki. Képes vagyok rá, nem hinnétek, de tényleg. És még egy jármű, és mint látható, megint nem használták a másodlagos fegyverzetét, így hát megint én jöttem ki győztesen. Jó, mondjuk persze most kapnék egy RPG-t, akkor nyilván megérezném a dolgokat, de mint látható, nem sokan használnak, hát nem sok mérnök van, megmondom őszintén. A csipákat azokat imádják, az rengeteg csipa van. Mondjuk meg is értem, mert azt vettem észre, hogy a csipa az egy valahogy, nem tudom, hogy vizhá fokkal jobb lenne. Jobban adja. Nem tudom miért, de tényleg. A BFT-ben alig csipáztam, mert komolyan mondom, lőttem. A harmadik lövés után se akart megpusztulni a csók, az mondom, faszom fog ezzel foglalkozni. Amúgy is szeretek nagyon kempelni, meg a csipákat. Mondjuk úgy, hogy nem az én műfajom. Persze vannak olyan játékok, ahol meg csipával Isten módba tudtam átlépni. De az egy megint egy másik történet. Mint látható, hát 1,6 millió dollár sikerült idáig a többieknek összeharácsolni, és hát a drága jó ellenségünktől ellopták az összes. Na jó, most kaptak 400 000 dollárt, valaki gondolom pont most vitt be egy adagot. Azt hiszem, talán 500 000 dollár az, amit maximálisan egy ember magával tud vinni, de ehhez kb. Egy percig ott kell dekkolni a pénzszállító automatánál, vagy pénzszállító autónál, és akkor hát nagyjából egy percig ott mozdulatlan kell, hogy legyél, és hát akkor valaki odajön, akkor te szépen meg is haltál. Mert hát ugye bár háttal fogsz neki állni, mert a pénz figyeled nem őt. Összességében mit kell mondjak erről a játékról? Hát ez egy Battlefield 4 még mindig. Szórakoztatónak, abban az esetben szórakoztató, hogyha adja a gép. Hát most ebben az esetben adta a gép, úgyhogy jól is éreztem magam. De ennek az volt az egyik oka, hogy más nem is csináltam, csak a járművekkel itt ralliztam össze-vissza. Amúgy a járművek irányítótossága az határozottan jobb lett. Minden járműnek jobb lett, a Battlefield 4-hez képest az egy fokkal jobb lett. Mondjuk helikoptert nem próbáltam, az nem is nagyon érdekelt. Ó, és itt jön egy motoros csóka, és hát ez mit akart? Jó Isten, az ide jön meghalni. Nem tudom, mit gondolnak ilyenkor a fickók, hogy egy páncírozott járművet, hogyha lőnek gépfegyverrel, az annyira nem hatásos. És mit látható, megint itt vannak a járművek, és a másodlagos fegyverzete ez a nehéz gépágyúval menet közben is tök jól lehet írtani az ellent. És természetesen ilyenkor észreveszik, hogy ott egy helikopter, azt még úgyse lőttem ki. Tessék, adunk neki egy kis izért, hát sikerült kilőni a helit. És ott van még a jármű is, de mivel beszart a kedves úriember, így az elmenekült, én meg vagyok olyan kedves, hogy megsemmisítsem azt a járművet, mert az az egyetlen dolog, ami tud nekem ártani. És úgy gondolta, hogy nem fogok utána menni, és megpróbálja lenyúlni a pénzemet, de hát Chassi nem szereti a pénzét, basztatják, úgyhogy szépen el is intéztem itt a dolgokat. Publikra jó a játék, én azt mondom. Jó, most megpróbáltak lecénégyezni, csak hát ez egy kicsit korán halt dolog volt. Publikra jó, meg tényleg 13-1-ben vagyok, most azt mondom, hogy jó. De ez egy Battlefield 4, tehát készüljön fel mindenki arra, hogy nem fog semmi újat kapni. Egy BF4-et fog megvenni, ami nem Battlefield 4 lesz, hanem Battlefield Hardline, amiben katonák helyett rendőrök lesznek, meg bankrablók. És készüljön fel minden ezzel járó problémára. Tehát ugyanúgy szerintem ki fog baszni egy csomó ember DirectX hibával, mert hát ugyanaz a grafikai motor.
A netcode se lesz sokkal jobb, ső, hát szerintem ugyanaz. Tehát én egy különbséget nem vettem észre. Bárki bármit mond, nagyjából a Battlefield 4 beta is kb. Ugyanilyen szinten volt. Annyi, hogy ott sokkal több grafikus probléma volt, meg szaggatott, minden, mondjuk itt is néha előjön ez. Tehát ez sem kivétel. Csak nem annyira, hanem olyan sokszor. Ja, és egyik kedvenc videóm az volt, mondjuk azt nem rakom fel a csatornára, de volt egy olyan rész, ahol a pénzes szállító autó mellett vannak ilyen liftek. Hát oda szépen be volt glitchelve a csávóka. Ugyanúgy, mint régebben a Battlefield 3-ba, Operation Metron be lehetett glitchelni a falba, hát kb. Ugyanez meg volt megint. És a csávókának csak kilátszotta, hát lehet ezt spotolni, ha ezt a füstgránátot, ezt a mérges gázos gránátot oda vágtad, akkor egy kicsit fuldoklott a gyerek, de annyit nem sebb az, hogy meg is ölje. Kilógott a fegyvercsőbe és tüzelt a falból mindenki másra, aki arra járt, úgyhogy nem tudom, hogy csinálta az úriember, de hát még láthatóan nem tökéletes ez a játék sem. Kicsit jobban össze van szedve, mint a BF4 beta volt, de hát ez azért az édes kevés lesz. Nem tudom, hogy e-sportra mennyire lesz az alkalmas, elméletileg ott 4v4-et terveznek. Hát ezek a mapok ahhoz egy kicsit nagyok. Viszont gyanítom, hogy megint lesz valami domination, vagy valami hasonló mód, ahol kb. A pályának az egynegyede lesz csak bejárható, és gondolom csak infantry mód lesz. Mármint fegyverrel kézbe rohangázhatsz. Mit említsek még meg? A késeléses rész az egy fokkal kicsit gyorsabb lett, de nem mindegyik, mert például az animációk, hát nem mindegy milyen fegyver van nálad, mert a baseball ütővel próbálsz valami, te vagy a rendőr és elkapod a rossz fiút, akkor az baromi sokáig tart, amíg így elkapja, megfojtogatja kicsit és rányomja a bilincset, tehát ez legalább egy olyan 5-6 másodperc biztos. Hú, na, végre sikerült meghalnom, 17-2, oh. Na. Viszont a késelős résznél, amikor késsel öljük meg a másik, az csak simán torkon szúrja, az helószia. Az kb. 2-3 másodperc, nem több. Azt a részét az hatékonyabbnak vettem észre, meg nekem jobban is adta. Meg így jobban is lehet, mivel kisebb... Na tessék, ott látható az egyik uriember. Cash deposit. Azt nem tudom mivel értem el, de biztos jó. 578. Fogalmam sincs mi ez. De sikerült meg semmi hétem azt a járművet, és most megértem, milyen kell lejönni. Igen, hát amúgy a javarészt RPG-vel lehet csak járműveket úgy touchra tenni, és ahhoz is ezért egy kicsit össze kell szedjük magunkat. Tehát ugyanaz a helyzet, mint mikor egyedül voltunk BF4-be, és egy tankot kellett likvidálni, kb. 3-4 RPG-kel egy ilyen járműve. Ja igen, és ez egy C4-es motor volt, tehát ugyanazok a formulák, amik érvényesek voltak a BF4-re, hát azok itt is érvényesek. Mondjuk itt nem C4-nek írja, hanem valami házilag barkácsolt, mit tudom én, akármi. Scores-t is kapunk, meg itt valami lóvét is lehet gyűjteni, és a kiegészítőket, meg az egyéb ilyen cuccokat lóvéból tudjuk megvenni. Ó, itt látható, hogy nem érdek lóvé, ha. Mondjuk úgy, hogy jó is, meg nem is, mert ugye gyűjtjük ezt a lóvét, de hát már most olyan pénzeink vannak, hogy tulajdonképpen az ilyen kiegészítők, meg fegyverek nem drágák, szóval hamar lehet vásárolni mindent. Lassan vége lesz a körnek, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Hát annyit tudok mondani erről a játékról, hogy szórakoztató vele játszani, viszont ez egy Battlefield 4, ugyanúgy tele van hibákkal, senki ne váljon tőle semmi többet, mert nem fog többet kapni. Ahhoz képest, hogy mennyibe fog kerülni, annyit nem ér, ez inkább egy DLC kellett volna, hogy legyen, de hát az EA marketing osztály úgy gondolta, hogy ez nekik úgy anyagilag nem éri meg, gyanítom, nehezebb lett volna eladni, ha csak azt mondják, hogy Hardline. Mit tudom én, akármicsoda. Na és ezt figyeljétek, most jön az a rész, amit mondtam. Telelőttem a gyereket, és egy és másfél perc után halt meg, mikor már nem lőttem. Hát ezért mondtam, hogy ez a szerver érdekesen adja a dolgokat, és mint látható 21-3-as KD-val, hát most hát 21 kill, háromszor haltam meg, de abból egyszer én öltem meg saját magam.
Hát gyerekek, ez lett volna a Hardline túravezetés. Remélem tetszett ez a kis rövid műsor. Találkozunk a következő epizódban, ha lesz következő. Sziasztok!